Ahogy a dolgok most alakulnak, valószínűleg változtatnunk kell az étkezési szokásainkon. Üdvözlünk a Vacsmondzsó Magyarország csatornáján, ahol az Unibet jóvoltából 10 ételt hoztunk el nektek, ami a jövőnket jelentheti. Ezen a listán olyan érdekes innovációkat hoztunk élelmiszer technológiából, amik éppen készülőben vannak, vagy közkedvelt ételek alternatívái lehetnek, ha többen megismerik őket. 10. Nanokaják. Mi is az a nanotechnológia? Pontosan az, aminek hangzik, a nagyon-nagyon apró dolgok tudománya. Mindez miért releváns étkezéses témáknál? Nos, a nanotechnológia segítségével lehetséges tápanyagokat adni olyan ételekhez, amikben egyébként nincsenek azok jelen. Így elkészülhetnek olyan ételek, amik kevesebb kalóriával rendelkeznek, mégis brutális tápértékük lesz. 2011-ben a Helmut Kaiser Consultancy egy olyan tanulmányt publikált, ami szerint 2040-re a nanotechnológia szerves része lesz minden tömegesen gyártott étel elkészítésének, így akár ez még igaz is lehet. 9. Hanghullámmal turbozott ételek. Mindannyian tudjuk, hogy több érzékszervünket használjuk étkezés során. Az étel illata befolyásolja az élményt, és a kinézete is kihatással van arra. De azt tudtátok, hogy a hallásunk is hatással lehet rá? Egy Oxford egyetemi tanulmány kimutatta, hogy a különböző hanghullámok megváltoztatták az étel ízét, amit fogyasztottak. Russell Jones a Condiment Junkie-tól azt állította, hogy tudja, melyik frekvenciák teszik édesebbé az ételeket, ami lefordítva azt jelenti, hogy lehetséges az ételek cukortartalmát csökkenteni, édezzen a használatával. 8. Minden GMO. Nehéz lemaradni az állandó diskurzusról, ami a génmódosított ételeket övezi. A GMO-kat tekinthetjük hasznosnak, vagy hatalmas hátrányként az étkezésünkben. A technológia fejlődésével elkerülhetetlennek tűnik, hogy a genetikai beavatkozások az ételek terén ne haladnának előre. Egyes nevesebb támogatói, mint például Daniel Chamovic professzor, az izraeli Tel Aviv Egyetem élettudományok osztályának vezetője azt állítja, hogy aggodalomra semmi okunk, a fajok keresztezéséhez hasonlítva azt. A Greenpeace viszont nem ért vele egyet, mert szerintük a világ ételkészletét egy-két cég kezébe adni inkább káros, mint hasznos. 7. Ehető vizes palackok. Egyértelművé vált az utóbbi években, hogy a műanyag vizes palackok tömeges gyártása és használata komoly problémát jelent. Így vált trendi az újrahasznosítható alternatívát használni. Egy londoni cég viszont komoly hírnévre tett szert azzal, hogy elkészítettek egy teljesen ehető vizes palackot. A termék hínárból készül, könnyen és olcsón előállítható, és a legjobb a dologban, hogy nem csak nem sokára kapható lesz világszerte, de akár te magad is elkészítheted otthon. Rengeteg DIY videó van már a neten erről, érdemes lecsekkolni egy ilyen tutorialt. 6. Tevetej. Belegondoltatok már, hogy a világ nagy részén a felnőtt emberek csak egyfajta állati tejet fogyasztanak? A tehéntej a modern étrendünk egyik alapja, kis részben esetleg a kecsketej. De mi van a többi állattejével? Egyes országokban például a tevetej megtalálható az élelmiszerboltokban, illetve az idő előre haladtával egyre közkedveltebb lett. Ez annak is köszönhető, hogy milyen ökológiai hatása van a tehenek tenyésztésének a környezetünkre. 5. Haltenyésztés. A többségnek a vadon található lazac szimpatikusabb, mint a tenyésztett változata. Viszont, ahogy egyre nő a halfogyasztás, a tenyésztőknek és halászoknak más-más módokat kell találniuk, mert egyszerűen nincsen elég hal a tengerben, ami kielégíteni az igényeket. 2011-ben konkrétan több volt a haltenyészet, mint a marha. Lehet, hogy nehéz elképzelni, de ez már bevett szokás és egyre csak népszerűbb lesz. Nem egy problémamentes ipar, így ha tudatos vásárló vagy, érdemes utána járni, hogy honnan is származik a hal, amit éppen el akarsz fogyasztani. 4. 3D nyomtatott ételek. Rengeteg trend, amit előre megjósolnak a jövővel kapcsolatban az étkezés világában, inkább a szükség hozománya lesz, mert egyre nagyobb a kereslet és érdeklődés a környezetbarátabb megoldásokért. Viszont egyes megoldások egyszerűen csak lazák. A 3D nyomtatott technológia még vegyes hírnével rendelkezik, mert ugyan fantasztikus dolgokat lehet vele előállítani, de sajnos sok kézi fegyver is így készül, de az elképzelést kevésbé megosztott dolgokra is lehet használni. Ilyen például az univerzálisan pozitív hatású 3D nyomtatott étel, ami ugyan nem oldja meg a világ az éhezést, viszont egy lépés egy jobb irányba. 3. Alga. Oké, vissza a hatékonysághoz. Elhinnétek, ha azt mondanánk, hogy az alga lehet a megoldás az ételhiány és az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának problémáira? Igen, az alga az a gusztustalan zöld cucc, amit kerülgetsz úszás közben, egy napon még nagyon hasznos lehet a jövőben. Az algát könnyen lehet kinyerni az óceánból, ez pedig előnyös, ha esetleg a friss víz fogyása miatt aggódnátok. Ha pedig azt képzelitek, hogy valami nyúló slime-szerűre kell ráharapni, tévedtek. Az algát olyan ételekben használhatjuk, amiben fel sem tűnik, hogy ott van. 2. Laborban készült hús.
Rengetegen mondják azt, hogy a vegetáriánus vagy éppen vegán lét a bolygó számára az egyik legkedvezőbb megoldás. Ahogy a húsnemevők száma egyre nő, a technológia is párhuzamosan fejlődik velük, amivel egyre több és több kegyetlenségmentes és ökobarát megoldás születhet. A labor körülmények között készített hús technikailag nem vegetáriánus, viszont sokat segíthet az ökolábnyomunkon. Már a laborban készült hal is létező dolog, a technológia sebesen terjed, lassan számíthatunk rá, hogy a piacon is megjelennek ezek a termékek. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis harangombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első, bogarak. Az eddigi őrült hangzású elméletek közül szerintem ezt fogjátok a legjobban utálni. Viszont a tudósok azt állítják, hogy a jövőben sokkal több ízeltlábút és bogarat fogunk fogyasztani, konkrétan közkedvelté fog válni, és szükségessé. Legyen szó tücskökről, szöcskékről vagy lisztbogárról, a lényeg, hogy nagyon sok van belőlük, és hatalmas a tápértékük. Az ötlet maga lehet, hogy sokaknak, mindenkinek kissé gusztustalan, de a vitaminok meg a tápérték fontosak egy kiegyensúlyozott diétához. Számotokra melyik a legreálisabb elképzelés a jövő ételeiről? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!